Mint ahogyan ezen a felvételen is látszik, a tartós meleggel ismét benépesültek városunk strandjai. A tömeges látogatottság miatt fürdőhelyeinket havonta több alkalommal rendszeresen ellenőrzik. Néhány esetben előfordulhat mégis, hogy fertőzést kaphat a strandoló. Ez ellen néhány egyszerű praktikával könnyen lehet védekezni. Szerintem nem is tudom, talán zuhanyozni kéne rendszeresen az alatt, mielőtt bejövünk ugye a vízbe, meg ugye utána is. Szerintem azzal lehetne a legjobban talán. A fürdővizeket az erre vonatkozó aktuális jogszabályok betartásával rendszeresen ellenőrzik a Népegészségügyi Intézet munkatársai. A vízmintavételi kötelezettség mellett folyamatosan vizsgálják a területhez, infrastruktúrálisan hozzátartozó épületeket és azok helyiségeit is. Egyéni beállítottságtól függően azonban mégis elkapható egy-egy fertőzés a strand szezonban. Bombás fertőzésekre kell nagyon vigyázni, ugye ez egy gyakori dolog, hogy a papucs használata előnyös, a lábon azért nagyon könnyen a gomba megtelepszik, erre vigyázni kell. Nagyon fontos, hogyha kijövünk a vízből, ez akár egy medence, akár egy zárt medence, vagy akár egy szabad víz, akkor ezért ajánlatos lezuhanyozni. És tulajdonképpen higiénés okokból nagyon jó lenne, hogyha ez ki is van több helyen írva, hogy előtte is, aki belemegy a vízbe, lezuhanyozik, mert ha bármi van, ugye a bőrén nem viszi be a vízbe, bár ezeknek a medencéknek ugye van tisztulási mechanizmusa, a szabad vízeknek azért van egy öntisztulása, de ez mindenképpen indokolt. Hogyha kijövünk a vízből, akkor zuhanyozunk le, törölközzünk meg, tegyünk föl száraz fürdőruhát. A szakember hozzátette, hogy közegészségügyileg biztonságosak városunk fürdőhelyei. A higiéniai szabályokat és előírásokat az üzemeltetők szigorúan betartják, így némi körültekintéssel elkerülhetjük a nem kívánt megbetegedéseket.